Es ist mir eine besondere Ehre, Herrn Regierungsbeamten Dr. Richard Tornoy bei uns begrüßen zu dürfen. Bitte erlauben Sie mir, einige Worte zum heutigen Anlass zu sagen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Budakeszi Város Német Önkormányzata nevében tisztelettel és sok szeretettel köszöntök mindenkit a kitelepítés 68. évfordulóján. Idén immár második alkalommal emlékezhetünk meg magyar történelem eme dicstelen és tragikus mozzanatáról, miután 2012. decemberében az országgyűlés január 19-ét, a budaörsi kitelepítés megemlékezésének napját állami emléknappá nyilvánította. Budakeszin azonban immár hagyományá vált, hogy községünket érintő deportálások évfordulóján, március 19-én szintén megemlékezést tartunk. Az idei évforduló különleges számunkra. 2014-ben az új választási törvény értelmében első alkalommal adatik meg a lehetőség a magyarországi nemzetiségek, így a német nemzetiség számára is, hogy parlamenti képviseletre tegyen szert. Az érzés bennem kettős. Az egyik szemem örül, a másik szomorú. Nekünk ismét választanunk kell, hogy mint jó svábok a nemzetiséget erősítjük, vagy mint felelős hű magyarok pártlistára szavazunk. Az irány jó, a megvalósítás már kevésbé. Mi úgy szeretnénk dolgos, jó svábok lenni, hogy felelős, hű magyarok legyünk. Bízom benne, hogy ezt a célt elérhetjük, hisz hazánk akkor várhatja el joggal a határon túli nemzetiségek, magyarok, helyzetének megnyugtató voltát, ha határon belül ezt már megtette. Ez a történelmi pillanat megköveteli tőlünk, hogy elszántan kiálljunk őseink öröksége mellett, és bebizonyítsuk, hogy van létjogosultsága a német nemzetiség parlamenti képviseletére irányuló igénynek. A kitelepítés emléktáblája alatt tehát arra kérem Önöket, hogy minél többen vetessék fel magukat a német nemzetiségi névjegyzékbe, és április 6-án támogassák szavazatukkal a német nemzetiségi listát annak érdekében, hogy történelmi tragédia soha ne történjen meg, és hazánk parlamentjében is jó svábok és hű magyarok lehessünk. Önnek mit jelentenek a 68 évvel ezelőtti események? Személyesen érintette valamilyen családtagja, rokona, ismerőse által? Családilag érintettek vagyunk benne, illetve voltunk benne, hál' Istennek a múltról beszélünk. Mai napig ugye ez probléma, a szétszakítottság. Kapcsolatunk ugye megvan velük egyesületi szinten is. A Budakeszer Gemeinschaft, Neckarsonban működő egyesület fogja össze azokat a kitelepített budakesziéket, akik még Budakeszihez kívánnak csatlakozni, illetve tartozni. Hagyományőrző kör tartja vele a kapcsolatot. Nekünk minden napokban már ugye a 68 év azért az úgy egy picit ilyen megszépítő messzeség, de fájdalmas ilyenkor mindig erre gondolni, és leginkább akkor kerülnek ezek elő, mivel a 46-os kitelepítésnek az alapja egy 1941-es népszámlálás volt, melyen aki minek vallotta magát, aki németnek vallotta magát, azt kitelepítették. Tehát a mai napig is, amikor nemzetiségi listára kell feliratkozni, főleg az idősebbeknek, ez gondot okoz, hogy ebben feliratkozzanak, vagy nem, mert a légi emlékek azért előjönnek. Részben bírálta a választási törvénynek azt a passzusát, hogy az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatokra is külön kell jelöltetni magát a polgároknak. Ha jelölteti magát arra, akkor nem szavazhat a pártok országos listájára. Hogyan oldható fel ez a kettősség? Én azt gondolom, hogy egy hasonló szisztémával, mint ahogy az önkormányzati választáskor működik a rendszer, hogy mellette kell szavazni, tehát egy külön lista működik mellette, és nem helyette. Én arra kívántam rávilágítani, ami az utóbbi két hónapban igen komoly nehézségeket okozott nekünk, de megértve az állampolgárokat, hogy vagy azt döntik el, hogy nemzetiségi listára szavaznak, vagy a pártlistára. Most én azt talán kijelenthetem, hogy Magyarországon az összes német, amellett, hogy ő német érzelmű,
mindegyik hű magyar állampolgár, és szeretne a hazájáért is szavazni, és e mellett szeretne a nemzetiségi listára, és nem e helyett szeretne. Lehet, hogy rossz a megfogalmazás, de 68 év távlatából jelente valamiféle elégtételt ön számára, a helyi svábság, németség számára ez az emléktábla elhelyezés, az, hogy helyi, de akár regionális szinten is képviseltették magukat a hatalom gyakorlói? Elégtétel. Hát egy megemlékezés az biztos. Nekünk folyamatosan ebbe gondolkodunk. Az emléktábla, én azt gondolom, hogy nem igazán méltó ehhez. Csak egy emlékhely. Csak zárójelben annyit, azért került az emléktábla az önkormányzat falára, mivel 46-ban a kitelepítés innen indult el, tehát itt indult el. Viszont az idei évben pályázat révén egy nemzetiségi emlékművet kívánunk felállítani, mely a Szent László ház oldalába kerül felállításra, mely nem teljes egészében csak a kitelepítésről, hanem a németség itt létének 300 évéről fog szólni, melyben az őseinknek kívánunk emléket állítani, nem csak a 68 évvel ezelőttinek, hanem a 120, 200 és 300 évvel ezelőttieknek is. Én azt gondolom, hogy ezt a 68 évvel ezelőtti eseményt a helyére kell tegyük magunkban, de soha el nem szabad, hogy felejtsük, hogy ennek tükrében tudjuk a következő lépéseinket megtenni. Százarcú boszorkánál gonoszabbat, fortélyosabbat, hetetét országon nem lehet találni. Az emberi alakot úgy váltogatta, mint más az okniát. Ha akarta, szép volt, ha akarta, csúnya. Ha akarta, fiatal, vagy éppenséggel öreg. Boszorkánynak lenni ugye nem jó. Miért? Mert mindenkinek bajt, meg bánatot kell okozni, és az nagyon rossz lehet. Akinek gyereke van, talán ismeri Lázár Ervinnek a Szegény Johnny és Árnika című művét. Ebből való az idézet, és azért jutott eszembe ez az idézet, mert noha gyerekeknek szól, de mégis nekünk felnőtteknek is nagyon sokat mond, amikor azt mondja, hogy mert gonosznak lenni nagyon rossz. Mindenkinek nagyon rossz, és most egy olyan valamiről emlékezünk meg, ami nagyon rossz volt az itt élőknek, az akkor élőknek, nagyon rossz így visszatekintve nekünk, akik nem vagyunk magyarországi németek, és önöknek, akik magyarországi németek, mert valami nagyon rossz dolog történt. A 20. században kijutott nekünk ezekből a rosszakból, és keresem, hogy miért történt ez. Hogyha bemennek a Terrorháza Múzeumba, ott lehet látni a videó bejátszáson, ahogy egy idős ember sírva kérdezi, hogy miért? Miért csinálták vele azt, amit ezek a cégéres gazemberek csináltak? Keresem a miérteket, de igazából nem tudok választ találni. Keresem, hogy miért jelenik meg a gonoszság 100 és 100 arcban, de igazából nem tudom megválaszolni. Arra jutottam, hogy csak, mert a gonoszságnak ez a lényege. A 20. században három arcban is megjelent. Megjelent 1919-ben, akkor nemzetközi szocializmus néven, 133 napig tombolt itt a terror, aztán eltűnt. Aztán megjelent a 40-es években, akkor szintén szocializmus volt, csak nemzeti szocializmusnak hívták, tombolt itt sokáig, sok embert megölt, tönkretett, aztán elvonult. Eltelt pár nap, és azok, akik korábban nemzeti szocialistaként tevékenykedtek, átváltották a ruhát, és államszocialistaként évtizedeken át nyomorították meg az embereket, és újult erővel például telepítették ki az itteni embereket, és hurcolták el az anyaföldükről. A gonoszság arca a 20. században Magyarországon a szocializmus volt, lett légyen szó a nemzetközi, a nemzeti, vagy pedig az államszocializmusról. Amikor hallhattunk itt az imént arról, hogy
2012. decemberében emléknappá nyilvánította az országgyűlés a kitelepítések emléknapját, akkor azt gondoltam, hogy végre valami olyan döntés születhet, amiben egységesek vagyunk. Hisz a gonoszságot elítélni együtt kell. Teljesen mindegy. És az áldozatot szerintem nem nagyon érdekelte, hogy azért telepítették ki, azért vették el mindenét, azért ölték meg, mert német volt, azért, mert zsidó volt, azért, mert katolikus volt, vagy bármi másért, az rossz volt, és ugyanolyan áldozat volt mindenki. A parlamentben sajnos ezt nem így gondolták a jó képviselők, és például az a csapat, aki a volt miniszterelnök köré szerveződött, ők nem támogatták ezt a javaslatot, mert úgy gondolom, és úgy látom, hogy sokak szerint van különbség gonoszság és gonoszság között. Az én szerény véleményem szerint nincs különbség gonoszság és gonoszság között, akkor sem, hogyha különböző arcban jelenik meg, és akkor sem, hogyha különböző jelszavakat használ gaztettei véghezviteli. Ezt tudjuk nagyon jól, hogy az itt élő emberek nagyon konzervatívok voltak, nagyon vallásosak, nagyon katolikusak voltak, és nagyon nem értettek egyet az akkori berendezkedéssel, lett legyen szó a nemzeti, vagy pedig a nemzetközi szocialista felfogással, ezért menniük kellett, az akkori hatalom fogta, és nemes egyszerűséggel marhavagonba rakta őket, és kitelepítette. Amikor jövünk kifele a Terrorháza Múzeumból, ugye az előbb szóltam, hogy befele menet milyen kép fogadja az embert, ez a bizonyos videóbejátszás, kifele két fal van. Van egy fal, amin az áldozatok szerepelnek, ez egy nagyon nagy fal, egészen emeleteken át lehet nézni a képeket, és ott szerepelnek a nevek. És van egy másik fal, ahol pedig az elkövetők szerepelnek. Én azt gondolom, a mai napig ezért nem tudunk sokan az országon belül dűlőre jutni, mert véleményem szerint mindenkinek el kell dönteni, hogy melyik fal előtt rója le a tiszteletét, melyik falon szereplő emberekben ismer azokra a gondolatokra, amit ő is képvisel, kik mellé áll. Teljesen mindegy, hogy mikori gaztettekről van szó, teljesen mindegy, hogy mikor történtek az esetek, magában mindenkinek el kell dönteni, és itt nem lehet maszatolni, hogy az áldozatok előtt hajt fejet, vagy pedig az elkövetőkre néz föl úgy, hogy igen, ők valami, hát ha nem is jó, de nem feltétlenül elítélhető dolgot tesznek. Szegény Johnny és Árnyékában azt olvashattuk, hogy a boszorkány, a gonosz, az ezerarcú boszorkány ezerarc szín alatt jelenik meg, és ezer formában. Itt azt láthattuk, hogy szintén az itt élő embereket ez az ezerarcú gonoszság bénította meg, és annak a hatalomnak arra volt szüksége, hogy a sikertelenségét, a szerencsétlenségét rá tudja kenni valakikre, akik aztán áldozatok lettek, és akikre rá lehetett mutatni, hogy na miattuk nem megy előre az ország. Azt gondolom, most sokkal szerencsésebb helyzetben vagyunk. Egy sikeres országban nincs szükség arra, hogy bárkiből bűnbakot csináljon bárki, és hogyha egy ország sikeres és fejlődő pályán van, akkor eleve ezek a bűncselekmények és az ilyen szemlélet elkerülhető. Én azt kívánom tehát mindnyájunknak, hogy ha visszatekintünk az 1946-os eseményekre, azért ne történjenek meg ezek, mert egy sikeres nemzet leszünk. Sikeres nemzet az itt élő németek, az itt élő magyarok és az itt élő más nemzetiségiek is, és hogyha sikeresek vagyunk, akkor a gonoszság hiába váltogatja arcát, ő sikertelen lesz. Meglepő volt számomra, hogy egy meséből vette a hasonlatot az ezerarcú boszorkányra vonatkozó részt, de nagyon ült. Miért pont Lázár Ervin klasszikusnak számító meséjéhez nyúlt a hasonlatért? Ez az a mese, ami szerintem nem csak a gyerekekhez, hanem a felnőttekhez szól. 1946-ban az itt élők tapasztalhatták, hogy a gonoszság akkor éppen milyen köntösben jelentkezik, és azt látjuk, hogy azóta elteltek évek, évtizedek, sőt már egy másik században vagyunk, de azért a gonoszság az mindig tud akár magát kelletve is megjelenni, és mindig új arcot tud fölvenni. Ha azonban tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, és különbséget tudunk tenni áldozatok és bűnösök és elkövetők között, akkor helyre tudjuk ezt tenni, és akkor bármilyen arcban is jelenik meg a gonoszság, mint ahogy megjelent ez 46-ban is, föl tudjuk vele venni a harcot. Mit tud tenni a mindenkori hatalom, legyen az az állam, vagy a helyi hatalom, az önkormányzat, hogy ne ismétlődjenek meg azok a
gonoszságok, hogy az ön beszédére utaljak vissza, amiket sorolt a múlt századból? A siker a kulcsa mindennek. Azt gondolom, hogyha az egyén életében is úgy van, hogyha siker van, tehát dolgozik az ember, mindent megtesz, akkor egy idő után jönnek a sikerek, és úgy érzi, hogy kiegyensúlyozott, jó lesz a lelke. Ugyanígy egy nemzet, egy ország életében is így van, hogyha egy ország sikeres és fejlődő az az ország, akkor mindenki jól érzi magát benne, minden nemzetiség, minden személy, és nem arról van szó, hogy az aktuális hatalomnak éppen bűnbakokat kell keresni, akikre rá lehet mutatni, és azt mondani, hogy na, miattuk nem mennek a dolgok. Én azt gondolom, bár lehet, hogy elfogult vagyok, hogy az utóbbi években jó irányba indultak el a dolgok, egy sikeres ország építése zajlik, és éppen ezért, hogyha ez folytatódhat, akkor eljuthatunk odáig, hogy a lehetősége is ki lesz annak zárva, hogy bármikor az 1946-hoz hasonló tragédia megismétlődhessen. A sikeresség az önmagában helyettesítheti, vagy kiválthatja a jó nemzetiségi politikát? A kettő együtt kell, hogy működjön. Ezért történt a választójogi törvény módosítása is, ami újabb lehetőségekhez juttatja a Magyarországon élő nemzetiségeket. Persze ezen lehet változtatni, biztos, hogy nem a legjobb megoldás. Itt hallhattuk is, vannak olyan részei, amin érdemes lenne változtatni. Azért vannak közélettel foglalkozó emberek, azért vannak politikusok, hogy ezt megtegyék, megtegyük. Én a magam részéről értettem az üzenetet, és ennek a finomítására ugyan már nem parlamenti képviselőként, hiszen szigorú összeférhetetlenségi szabályok lépnek hatályba az áprilisi választás után, de mindent meg fogok tenni, hogy ezeket kiküszöböljük. Egyébként a korábbi állapothoz képest, amikor nem is volt nemzetiségeknek képviselete, azt gondolom, ez mindenképpen előrelépés. Budakesziváros önkormányzatának fontos, elengedhetetlen része a német önkormányzat. A német önkormányzat képviseli a helyi svábságnak az érdekeit Budakeszin, és a német önkormányzatot Budakesziváros önkormányzata pedig anyagilag is és erkölcsileg is támogatja. Tavaly történt meg, hogy a német önkormányzat kezelésébe átadta a Budakesziváros önkormányzata a tájházat. Itt a sváb hagyományok megjelenítése, kulturális értékek életben tartása elengedhetetlenül fontos helyszínre talált, és biztos vagyok benne, hogy a legjobb kezekben van a tájház. Mindezek ismeretében mondható, hogy kiegyensúlyozott jó a kapcsolat a német kisebbség és az önkormányzat a városvezetés között? Igen, törekedtünk erre az egész ciklus alatt, és bízom benne, hogy kölcsönösen jó együttműködésben dolgozik együtt a két önkormányzat.